Köszöntöm a Veszprém Kukac podcast hallgatóit, és köszöntöm vendégünket, Gábé Bettit, aki a Felhők felett mindig süt a nap című könyvvel jelentkezett, ez az első regénye, és a Veszprém ünnepi könyvhéten is kapható. Az első kérdés az az lenne, hogy mi volt az inspiráció ennek a könyvnek a megírásához? Szia Tamás, köszöntök én is mindenkit. Egyértelműen anyukám volt az inspiráció számomra. Korábban neki is jelentek meg romantikus témában könyvei, és az olvasás, írás szeretetét azt tőle örököltem. Világéletemben írtam, természetesen kislányként először naplót, aztán később meséket. Volt egy pár éves kihagyásom, amikor kézilabdáztam, majd újra gép elé ültem. De a legnagyobb inspiráció számomra tavaly nyáron volt, amikor a kislányom anyukámmal közösen megírták az első közös mesekönyvüket, és itt kaptam én is ihletet, úgymond, hogy akkor most én is nekiálljak, és megírjam az első könyvemet, amit be is fejezek. Azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy voltak éppen én rábukkantam erre a könyvre, talán a neten, és egyből beugrott, hogy a Betty kézilabda kapus volt, méghozzá az NB1-ben is védett. Nagy szerepe volt abban, hogy feljutott a csapat az NB1-be, a Veszprém Barabás csapatáról beszélünk. És mondom, akkor utána nézek ennek a könyvnek, de egy fantasztikus történet tárul ki az olvasó előtt egyébként. Egy nap alatt ki lehet olvasni, annyira olvastatja magát. Mi az alapkonstrukciója ennek a regénynek azon kívül, hogy kevés szereplős, jó olvasható, és bizony-bizony ebben van szerelmi történet, van betegség, van barátság, van család. Így áll össze ez az egész könyv, ha én jól olvastam és értelmeztem. Igen, ez így van. Nagyon jó ilyen véleményeket hallani, mint amit most elmondtál egyébként. Köszönöm szépen. Az alapkoncepcióm az volt, hogy nálam néhány évvel ezelőtt diagnosztizálták a szklerózis multiplex betegséget. Nehezen tudtam elfogadni, talán még most sem sikerült, és mint mondtam, amikor anyukám, a kislányommal megírta a könyvet, úgy éreztem, hogy ez az a módja annak, hogy én egy jobban megbarátkozzak ezzel a módosult állapotommal, úgymond. Ugye világéletemben sportoltam, és rengeteg nehézséggel jár ez a betegség. Úgyhogy ezért kezdtem el ezt a történetet írni. Ez egyébként egy kitalált történet, tehát a szereplők is kitaláltak. Az egyetlen egy dolog, ami az én történetem, az a betegséggel kapcsolatos érzések, amik a főszereplőben előjönnek. Meg az írás, meg a könyvnek a szeretete, hiszen ugye a történet úgy indul, hogy elküldik a főszereplőt a munkahelyről, ami egy könyvtár, és megtetszik egy belvárosi, óvárostéri üzlet, ami romokban áll, egy kicsit hasonlít Veszprém belvárosához, hogy abból bizony kellene csinálni egy könyvesboltot, ami aztán az új életnek a kezdete is. Ez az első lépés. Aztán majd innen folytatjuk tovább. Igen, igazad van, ebbe így eddig bele se gondoltam igazából, de már nagyon sokan mondták, hogy ők egyből Veszprémre asszociáltak így a történet kapcsán. Érdekes, mert természetesen benne van Veszprém is, de a mostani lakóhelyem is egy hasonló város mellett fekszik, úgyhogy igazából ez ennek a kettőnek az ötvözése volt. Belevittem igen azt, hogy nagyon szeretem a könyveket, ahogy a főszereplő is, de ezen kívül tényleg ugye van szó bántalmazásról is a könyvben. Én nagyon szerencsés vagyok, több mint 10 éve boldog házasságban élek, úgyhogy nekem ebben nem volt részem, viszont az akkori lelki állapotom miatt nem tudtam volna olyan történetet írni, ami csupa boldogság és rózsaszín felhő. Úgyhogy ezért lett igazából ennek a könyvnek a fővonala egy nem éppen egyszerű szerelmi történet, amiben mellékszálként ugye bele lett víve a betegség is. Igen, ez egy 30 éves hölgynek a letargiájából indul, és az elvesztett munkahely, és a megcsalt hölgy, és a romokban lévő élet újrakezdéséhez ott van a család. Apa, anya és egy barátnő, aki mindig ott van, amikor a legnagyobb szükség van a főszereplőre.
Igen, nekem is van ilyen barátnőm, aki tényleg mindig ott volt, amikor szükségem volt rá, és meghallgatott, valamint a szüleim is mindig a támaszaim voltak, és hát apukám még mindig a támaszom. Úgyhogy ez egy jó kiindulási alap volt, de mint mondtam, abban az életszakaszomban voltam, hogy nem tudtam csak vidám és boldog dolgokról írni, ezért is lett több veszteség, úgymond a könyvbe belevíve a történetbe, és szeretnék segíteni azoknak az embereknek, akik esetleg úgy érzik, hogy kicsúszott a lábuk alól a talaj, vagy rossz hírt kaptak, hogy minden rossz után jön valami jó, de tennünk kell érte. Tehát nem szabad őbetett kézzel várnunk azt, hogy valami jó történjen velünk, hanem meg kell próbálnunk pozitívan gondolkodni. Nagyon érdekes része ennek a regénynek, amikor úgy dönt a főszereplő, hogy végleg megszakítja a kapcsolatot az első szerelmével, aki egyébként egy bíró, egy jól menő bíró, és megtalálja az új szerelmét, ami nagyon lassan nyiladozik, nagyon lassan gyökerezik, amiben ugye benne van az, hogy hogy lehet azt elfogadni valakinek, aki elvesztette a fél családját, a testvérének a kislányát neveli, hogy a szklerózis multiplexben szenvedő főszereplő az rátegye ezt az egész nehézséget erre az új szerelemre. De aztán megoldódott a probléma. Igen, ugye ez is saját tapasztalat, én is úgy éreztem az elején, amikor megtudtam ezt a betegséget, hogy ez nem csak az én életemet fogja megváltoztatni, ez a diagnózis, hanem a családomét is. És tényleg voltak ilyen vívódásaim is, de szerencsére nekem is engem is olyan emberek vesznek körül, akiknek ez nem okoz gondot, és mellettem állnak, támogatnak mindenbe, ezért, de ez egy vívódás, tehát tényleg, amikor az ember megkapja ezt a diagnózist, akkor igazából azt érzi, hogy összedőlt a világ, legalábbis én így voltam ezzel, de fel kell állni belőle, és nagyon nem szerettem, amikor azt mondták nekem, hogy pozitívan kell gondolkodni, meg nézem, próbáljam meg a jó oldalát megfogni ennek, hogy tudom, hogy mi a probléma, és lehet ellen tenni. Nem szerettem, amikor ezt mondták, de tény is való, hogy az ember, hogyha kicsit más szemmel kezdi nézni a világot, akkor sokkal könnyebben tud együtt élni ezzel az egész betegséggel. És ezt valamilyen módon szerettem volna belevinni így a könyvembe is. A történet az happy end-del végződik igazából, mert elkészül a könyvesbolt, könyves üzlet, amiben a megnyitón minden főszereplő ott van, és természetesen az új szerelem is a férfi képében megjelenik, és hát van egy nagyon megható része, amikor egy nyaklánc kerül ugye a főszereplő hölgynek a nyakába. Ezt hogy sikerült összehozni, mert az egyik legmeghatóbb része, és pont a végén. Úgy szerettem volna befejezni ezt a könyvet, hogy igazából maradjanak nyitott kérdések. Tehát ez a nyaklánc, ez még nem jelenti azt, hogy tényleg minden megoldódott, de abban az adott helyzetben ez egy olyan jelzés értékű ajándék volt, amiből a főszereplő tudja, hogy a férfi, akit szeret, ő tényleg támogatja és mellette áll, és hogy mindig legyen nála egy emlékeztető ezzel kapcsolatban. Nekem is van emlékeztetőm, nekem azért volt nagyon fontos ez a cím a könyvnek, hogy a felhők felett mindig süt a nap. Nekem mindig ezt mondta a férjem, bármi rossz hírt kaptam, vagy szomorú voltam, úgyhogy nekem nagyon sokat jelent ez a mondat. Nem szerettem volna az én saját emlékeztetőmet úgymond beleírni, de szerettem volna egy olyan utalást az egész könyvnek a végén, ami a főszereplőt majd mindig emlékezteti arra, hogy bármi történik, fel a fejjel menni kell tovább is csinálni. Oké, ez egy befejezetlen jelen, akkor lehet azt is mondani, lesz-e folytatása, mert ugye most mondtad, hogy nincsen befejezve ez a könyv, lehet-e folytatni?
És akkor lett Van-e folytatásra. inspiráció arra, hogy folytasd, vagy esetleg másban gondolkozzál? Lesz folytatása, már el is kezdtem, igaz, még az elején tartok vele, az egy vidámabb hangvételű könyv lesz egyébként, de mint mondtam, még csak az első néhány 10 oldal van meg, így a köztes időben én írtam egy másik történetet, egy karácsonyi történetet, ami a gyászfeldolgozással is foglalkozik. Most folynak ezzel a könyvvel kapcsolatban egy kiadóval a tárgyalások, remélem az is olyan könyv lesz, ami esetleg egy-két embernek tud segíteni abban, hogy feldolgozza a gyászát, vagy a feldolgozás folyamatát segítse. Betty, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és ajánlom az olvasók figyelmébe ezt a nagyon szép történetet, amely rendkívül jól olvasható, kevés főszereplő van benne, tehát jól követhető a vonala ennek az egésznek, és hát bízom benne, hogy majd a második könyv kapcsán is tudunk majd beszélgetni. Köszönöm, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen én is.